elkészült. Látványos bemutatóval avatták a Smart City-t. Esély. Kiemelt figyelmet fordít a fiatalok munkaerőpiaci helyzetének javítására a megyei kormányhivatal. Kiállítás. Várok és zászlók az Rínyiben. Ez az Alaegerszegi Televízió híradója. Jó estét kívánok, Gyuk Alexandra vagyok. 2022. március 11-e péntek van. Lássuk a legfrissebb helyi híreket. Jelképesen átadták a Smart City-t az Alazón járműipari tesztpályán. A városszerű környezet lehetőséget biztosít az önjáró autók finom hangolására. Ezt a pénteki átadón egy baleseti szimuláció segítségével szemléltették. Két autó ütközött a buszmegálló környékén a Smart City-ben. Az egyenruhások szinte azonnal a helyszínre értek, ahol a járműveket áramtalanították. Később a sebesültet kiszabadították a vezetőülésből, majd a mentők elszállították. Eközben a rendőrség forgalomirányítással biztosította a helyszínt. Noha ezek a jelenetek megrendezettek, az okos várost az ünnepség idejére élettel töltötték meg. Próbáltunk mindazt a szituációt előállítani, ami valóságban is előfordult, ott a rendőrség leállította a forgalmat, és hát hívtam kerékpárosokat, kutyával közlekedőket, kisgyermeket iskolából, hogy mindaz, ami a valóságban előfordult, azt itt adjuk elő, hiszen oktatófilmet készített a katasztrófavédelem és a rendőrség is, amelyet később szeretnének használni. A mérnökök a tervek szerint a jövő közlekedésének alapjait teremtik meg itt. Ehhez egy részletesen kidolgozott és valósághű tesztkörnyezetre van szükségük. 18 hektáron szerettük volna felépíteni mindazt, ami a valóságban előfordulhat egy városban. Gyorsforgalmi utak, kerékpárutak, gyalogátkelőhelyek, buszmegállók, épületek homlokzatai. Hát azért van szükség, mert az itt tesztelendő pályákat szeretnénk valós körülmények között is tesztelni városi forgalomban, és ezt adtuk át a mai nap folyamán. Víg László bejelentette, a 45 milliárd forintból épülő Zalazón járműipari tesztpálya elkészült. A hivatalos átadót március 26-án szombaton tartják. Megalakult a körforgásos gazdaságtechnológiai platform. Az alapító nyilatkozatot Veszprémben, a Pannon Egyetemen írták alá a résztvevők. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére létrejött együttműködés célja, hogy a csatlakozók felgyorsítsák a körforgásos gazdaságra történő átállást, az üzemi technológiák minél szélesebb körű alkalmazását. Az eseményen elhangzott, soha nem volt még ennyire aktuális a helyzet a cselekvésre, mint most. A platformhoz gazdasági, akadémiai, civil és közigazgatási szereplők csatlakoztak, hogy összekapcsolják tevékenységeiket. A rendezvényen részt vett Balait Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere is, aki elmondta, a zalai megyeszékhely számára rendkívül fontos ez a kezdeményezés. 2014-ben nálunk még 7,5% volt az álláskeresőknek a száma, és onnantól kezdve közel 7-8 év alatt 4000 új munkahely jött létre. Most a jelen pillanatban 2,8% a regisztrált álláskeresőknek a száma, és már most tudjuk, hogy 2022 és 2024 között a következő két évben további 2000 munkahely jön létre a városba. Ezt csak akkor tudjuk kielégíteni, ezt a munkaerő hiányt csak akkor tudjuk kezelni, hogyha az ilyen együttműködéseknek részesei vagyunk, ahol nem csak gazdasági szereplők, nem csak felsőoktatási intézmények, egyetemek, hanem önkormányzatok is megtalálják az együttműködést. Országos listát állított a Normális Élet pártja. Többek között erről is szó volt az Zalaegerszegen tartott fórumon, ahol bemutatkozott Marton Ádám, országgyűlési képviselőjelölt. Azt szeretnénk, hogy visszahívhatóak legyenek az országgyűlési képviselők, és meg szeretnénk szüntetni a képviselőknek a mentelmi jogát. És a programunkba tartozik az is, hogy díjtalanná tennénk a minden magyar lakos számára az internet használatot,
illetve díjtalanná tennénk a tömegközlekedési eszközök használatát is minden magyar lakos számára. A párt alapítói folyamatosan járják az országot. Céljuk, mint mondják, többek között az, hogy emberhez méltó élete legyen minden magyarnak. Olyan jellegű intézkedések voltak, ami ellen mi folyamatosan felléptünk, illetve tanácsokkal láttuk volna el azokat a döntéshozó szerveket, illetve hatalmi ágakat, akik ebben kompetensek. Nem nagyon hallgattak ránk, ezért úgy gondoltuk, hogy hallatni kell a szavunkat. Tehát eleve egy járványt nem így kell kezelni, nem lehet különböző oltásokat kényszeríteni az emberekre, tehát azt a testi integritást, amihez jogunk van, azt meg kell, hogy tartsuk. Emellett a szabad véleménynyilvánításhoz is jogunk van. Tevékenységükhöz Pócs Alfréd is csatlakozott, aki arról beszélt, hogy Magyarországnak ki kell lépni a WHO-ból. Meg kell hagyni a lehetőséget arra, hogy ne diktatórikusan, központi irányítással csinálják ezt, hiszen a WHO az egy politikai szervezet, nem orvos a vezetője, nem orvos a magyar képviselő, aki a helyettese, nincs kórháza, nincs laborja, semmilyen háttér nincs, csak szakvéleményeket tud előállítani fizetett módon. Ennek megállítása érdekében petíciót vagy akár népszavazást is kezdeményezni. Csütörtöktől visszavonásig tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is, hívja fel a figyelmet az Alamegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint honlapjukon írják, a csapadékmentes időjárás miatt nagy a szárazság, ezért amíg ki nem zöldül a természet, a legkisebb figyelmetlenség is könnyen hatalmas tűzhöz vezethet. A tűzoltókat idén már több mint 3500 alkalommal riasztották szabadtéri tűzhöz, a leégett terület nagysága csaknem 7000 hektár. A szabadtéri tüzek miatt 5 ember sérült meg. A napokban a Kis-Balatonnál 600 hektárnyi terület égett le. Kiemelt figyelmet fordít a fiatalok munkaerőpiaci helyzetének javítására a megyei kormányhivatal. Ezt a célt szolgálja a 2015-ben elindított ifjúsági garancia program, amely az Európai Unió támogatásával valósul meg. A fiatalok elhelyezkedését többféle szolgáltatással és támogatással segítik. A munkáltatók, valamint a célcsoporthoz tartozó fiatalok december 31-ig csatlakozhatnak a programhoz. Elsődlegesen a munkaerő támogatásról beszélhetünk. Itt ugye a támogatottak köre 25 év alattiak, vagy legalább egy hónapja ellenes keresőként regisztráltak vehetnek részt benne. Fix 6 hónap, tehát ezért hangsúlyozom azt, hogy fontos az idő. 6 hónapig kaphatnak támogatást, és a támogatás mértéke az maximálisan 150 ezer forint lehet. A projekt keretében a foglalkoztatási szolgálat lehetőséget ajánl fel a 15 és 25 év közötti álláskeresőknek az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat szerzésre vagy a tanulásra. Munkatapasztalat szerzést elősegítő támogatást is tudunk nyújtani. Ennek az időszaka fix 90 nap. Ilyenkor az alacsonyi iskolai végzettségű álláskeresők foglalkoztatásához lehet hozzájárulni, ahogy mondtam, 90 nap, és az összeg az legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér és annak a szociál támogatottsága is. Van még egy harmadik, amikor is a fiatal szakképzettek, ők 30 év alattiak lehetnek, és itt is egy 90 napos fix támogatás érhető el. A támogatási rendszerekről a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain adnak tájékoztatást. A projektről részletes információk a munka.hu oldalon olvashatók. Kiállítást rendeztek a Magyar Zászló és Címer napja, valamint március 15-e alkalmából a Zrínyi Miklós gimnáziumban. Az ötödikesek alkotásait a földszinti aulában állították ki. A tárlaton várplakátok, makettek és történelmi zászlók is helyet kaptak. A Magyar Zászló és Címer napját 2015 óta országszerte március 16-án tartják. 1848-ban ugyanis ekkor fogadták el azt a törvénycikkeit, amely nyilvános ünnepek alkalmával az összes közintézmény és magyar hajó esetében kötelezővé tette a nemzeti lobogó és az ország címerének használatát. A Zrínyiben kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a diákok interaktív oktatásának.
Fontosnak tartjuk, hogy a kárpát-medencei magyarság összetartozás tudatát, egység tudatát erősítő, identitás növelő foglalkozásokat is tartsunk diákjainknak, és ez a mini kiállítás is ennek keretében történik. Alapvetően az a célunk, hogy ráirányítsuk a figyelmet, hogy egy címer, egy zászló vagy egy vár nem pusztán tárgyak, hanem annál sokkal több üzenetet hordoznak magukba. Tanúskodnak a hazaszeretetről, a szülőföldön való boldogulás lehetőségéről, tanúskodnak a biztonságvágyról, és mindezeket a célokat és értékeket meg is testesítik. A kiállításon több vár megelevenedik. Emellett történeti áttekintést is készítettek a tanulók. Szekér Márton Bendegúz a sümegi várról gyűjtött információt. Én ezt a feladatot egyedül csináltam igazából. Nyomtatásban a szüleim segítettek, de egyébként én csináltam magam az egészet. Hát elkészíteni eléggé egyszerű volt, de mondjuk nem is volt olyan nagyon egyszerű, mivel hát sok információt kell kigyűjteni. Kevésbé ismert erődöket is tanulmányoztak a fiatalok. Az anyaggyűjtést szorgalmi feladatként sokszor iskolán kívül folytatták. Nem volt túlzottan nehéz. A legnehezebb dolog talán az volt, hogy kitalálni, hogy melyik várra szeretnél, mert hát tudtam, hogy mindenki ilyen környékről fog, és én ezért csináltam Szádvárról, ami itt az Zalaja körében kevésbé ismert vár, mert hát ugye ott van fent az északi középegységben. A Zrínyiben első alkalommal emlékeztek meg a Magyar Zászló és Címer napjáról, ám a nagy sikerre való tekintettel ezt a jövőben folytatják. Így ugyanis a legfiatalabbak kreatív és játékos formában tanulhatnak. A nemzeti identitás erősítéséről szólt a hét a Szent Család óvodában. A gyerekek színes programokon és játékokon keresztül élhették meg magyarságukat. Ennek részeként csütörtökön egy mese szereplőinek bőrébe bújva teljesítettek feladatokat, majd a Zalai 47-es honvéd zászlóalj bemutatóját nézték meg. Nagyon erősek legyetek, jó? Rajta! Kötélhúzás is szerepelt a teljesítendő próbatételek listáján. Négy állomáson készültek feladatokkal az óvonők, ahol egyebek mellett táncolni és énekelni kellett. A hídpakolás tetszett a legjobban, mert vicces is volt, meg nehéz is volt. A kötélhúzás tetszett nagyon, azért, mert azt nagyon szerettem, meg a tetszett nagyon a törpétől visszaszerezni a napot, a holdat, meg a csillagot. A kötélhúzás tetszett, mert kettőször is győztünk benne. A Szent Család óvodában a hitre nevelés mellett kiemelt szerepet kap a hazaszeretete. Ezért a március 15-i nemzeti ünnepre készülve népi hangszerekkel és táncházzal is ismerkedtek a kicsik a héten. A mai nap pedig a népmesét hívtuk segítségül. Király kis Miklós meséjébe csöppentek bele, ahol vitézként bátorságpróbákat, jellempróbákat, ügyességi feladatokat, erőpróbákat tudtak véghez vinni. Látható volt a gyerekek öröme és az a lelkesedés, ahogy hozzáálltak, úgyhogy ezzel az ünnepi délelőttel szintén az volt a célunk, hogy lenyomat legyen a lelkükben, amit majd később elő tudnak hívni. A délelőttöt a 47. honvéd zászlóalj bemutatója zárta. A hagyományőrzők dobpergés kíséretében vonultak be az óvi udvarára, ahol bemutatták felszerelésüket. A rendezvény sorozat pénteken szentmisével zárult. Az OTP Bankliga 24. fordulójában az ETFC Mezőkövesdre utazik. A Sukka Attila vezette Mezőkövesd Zsóri FC együttese 27 ponttal a tabella 10. helyét foglalja el, míg az ETE az 5. helyen várja a fordulót. A két csapat legutóbb november 19-én találkozott egymással a 13. fordulóban. Az összecsapást szombaton 17 órától rendezik. Egy hónap szünet után folytatódik a férfi kosárlabda NB1 alapszakasza, melyből a Zalakeremia ZTL KK-nak még 3 mérkőzése van hátra. Szombaton 18 órától az Alba-Fehérvár együttesét fogadják a kékfehérek.
Magyar filmek hétvégéje kezdődik szombaton az Art moziban. A nézők az utóbbi idők legérdekfeszítőbb magyar alkotásait láthatják a filmvásznon. Így március 12-én a Magyar Passió, vasárnap a Vadlovak, Hortobágyi mese, március 14-én a Szent Ignác útja, március 15-én kedden pedig a Mi Kodályunk című alkotás tekinthető meg. Az előadások minden nap 14 óra 30 perckor kezdődnek. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Elkészült. Látványos bemutatóval avatták a Smart City-t. Esély. Kiemelt figyelmet fordít a fiatalok munkaerőpiaci helyzetének javítására a megyei kormányhivatal. Kiállítás. Várok és zászlók az Rínyiben. Ez volt az Alaegerszegi Televízió híradója 2022. március 11-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is tájékozódhatnak honlapunkon, a www.zegtv.hu oldalon, ahol akár vissza is nézhetik híradónkat. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!